A pénzügyminisztérium azon dolgozik, hogy az ország visszanyerje a növekedési lendületét, nyilatkozta korábban Varga Mihály. A pénzügyminiszter elmondta, egy 3 éves pénzügyi programon dolgoznak, amely helyreállítja a költségvetési helyzetet. Várakozásuk szerint 2022 első fél évére épülhet vissza a bruttó hazai termék a válság előtti szintre, és az év második negyedévében várható gazdasági fordulat. A becsült 3,5%-os gazdasági növekedést reálisnak tartja Gerhes Miklós közgazdász is, aki a 2020-as európai és világgazdasági mélypont után még nagyobb fellendülést is elképzelhetőnek tart. Véleményem szerint ettől jóval több lesz. Itt fontos az, hogy majd ha megállapítják azt, hogy 2020-ban milyen volt a növekedés, vagy milyen szinten áll a gazdaság, akkor derül majd ki, hogy mit kell tenni a növekedés érdekében, de szerintem alacsony a 2020-as eredmény, úgyhogy biztos, hogy ezt, ha csak rosszabb helyzet nem következik a vírusból adódóan, akkor biztos, hogy túlszárnyalja a gazdaság. Nehéz pénzügyi helyzetben felmerülhetnek alternatív gazdaság élénkítő lehetőségek is a gazdaság stabilitása érdekében. Milton Friedman, Nobel-díjas közgazdász 1969-ben dolgozta ki helikopterpénz elméletét, a pénz optimális mennyisége című tanulmányában, amely szerint a központi kormány közvetlenül juttat pénzt a lakossághoz, mintha helikopterből szórná, annak érdekében, hogy a kereslet fellendítése révén kimozdítsa a gazdaságot a válságból. Ez a helikopterpénz azért tulajdonképpen Brüsszelből érkezik, megszavazták a helyreállítási alapot. Ez egy óriási pénzmennyiség. Tehát ez egy nagyon komoly segítséget ad az egész Európai Unió gazdaságának, a gazdaság talpraállításában. Van mit helyrehozni, szükség van ezekre a pénzekre, és ezt jól kell felhasználni. A lehető legjobb helyekre kell tenni, olyan helyekre kell tenni, ahol valóban a szektorok majd termelik egyrészt a saját részükre, másrészt pedig az állami költségvetésbe való fizetésükkel növelik a gazdaság stabilitását. A világgazdaság kiszolgáltatottsága miatt tűzoltó helyzetekkel lehetett a stabilitást fenntartani, mondta híradónknak Gerhes Miklós közgazdász. A gazdaság újraindításánál nem csak a különböző szektorok élénkítését kell megoldani, de az emberek életét beruházások finanszírozásával, adók csökkentésével, munkahelyek védelmével kell elősegíteni.